pedig azokat a jelenleg és egykori dolgozóikat szeretném köszönteni, akik ebből a 40 évből legalább 20 évet itt töltöttek, itt dolgoztak az intézménynél. Balázs Károlynét, aki 1959-től, tehát a kezdetektől itt volt az intézményben, időközben nyugdíjba menne nyugdíjasként, ma is segítségünket köszönjük. Gyermekségügyelőként dolgozott.
tanítóként, nevelőként 1960-tól 82-ig 22 évig dolgozott. Feltőtt Istváné, könyvelő, gazdasági vezetőt, aki lehet, hogy most éppen az ünnepség utáni dolgokat készítje elő, és azért nincs itt körünkben. Pap Endrénét, aki tanárként 1973-tól 94-ig 21 évet dolgozott. Merész Nándornyi tanár, aki mindenki csak Merész Nagyinak emlegetett, 1964-től 84-ig 20 évet dolgozott az intézményben, ő nem lehet körünkbe betegsége miatt. Szabó Kálmánét, aki 1979-től 20 évet dolgozik az intézményben, és a gyanítom, hogy nincs itt, mert ő is előkészíti az ünnepség után. Apa Lászlónak 1970-től 90-ig 20 évig konyhai dolgozóként, már gyermekfelügyelőként dolgozott az intézményben. Krizsán Pálnét, aki konyhai dolgozóként 20 évet dolgozott az intézménynél. Köszönteni dr. Lehocki Jánosnét is, aki 1967-től 1979-ig 15 évig dolgozott az intézményben, de áthelyezéssel a gyermekvédelem egy másik végvárába, a Tapolcsányba. Ők voltak tehát, akik 20 vagy annál több évet dolgoztak itt, az ő munkájuknak köszönheti elsősorban a kutatmény a jó hírnevét. Köszönöm még egyszer munkájukat. És még valakit szeretnék köszönteni. Viszonylag ritka dolog, hogy gyermekvédelemben dolgozó állami kitüntetésben részesülhet. Nem az a területe ez a pedagógiának, amelyet a leginkább elismernének. Ebben az évben azonban büszkék lehetünk arra, hogy egy közöttünk dolgozó kitüntetést kapott, ugyanis dr. Bergman Erzsébet, aki éveken keresztül pszichológusként dolgozott nálunk, jelenleg pedig a Nyitott Kapu Gyermekvédelmi Szolgálatnak a vezetője, ebben az évben vehette át a Szociális és Családvédelmi Minisztériumban a Prokaritáter nevű kitüntetést, október 23-án adták ezt neki át. Én ehhez szeretnék neki gratulálni.